Egy különleges zenés előadásra várták az érdeklődőket a múzeumi esték ismeretterjesztő tudományos rendezvénysorozat keretein belül a Csellei Házba. Ferge Béla zenetanár számos Munkácsi képet és még több érdekes információt hozott a résztvevőknek. Kiválóan fütyült, nagyon jól énekelt, több nótát, népdalt fütyült és koncertet is adott, még Liszt Ferenc előtt is. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes. Hát a következő pedig az, hogy akikkel ő kapcsolatba került, és személyesen is, akkor már, ahogy említettem, Liszttel és Liszt tanítványaival, és Liszten keresztül, például Gounod-val, Camille Saint-Saëns-nal. Ferge Béla elmondta, a zene mindig is fontos szerepet töltött be Munkácsi Mihály festőművész életében, annak ellenére, hogy ő maga nem játszott hangszeren. A zeneművek megszólalnak természetesen Liszttől, sőt, olyan Munkácsi nóta is, amit egy kedvenc Munkácsi nóta volt, és egy Liszt tanítvány feldolgozta, sőt énekben meg fog szólalni egyik kedves népdala, amit ő feljegyzés szerint énekelt többször. Ferge Béla előadása közben Bacsi János zongora művész kalauzolta el a közönséget Munkácsi zenei világába. Az előadáson elhangzott, hogy Munkácsi festette meg Liszt Ferenc egyik utolsó portréját 1886 tavaszán, de ezen kívül is sok zenei témájú alkotást készített. Az 1890-ben festett Zongora lecke című képét például egy New York-i milliárdos rendelte meg tőle. Ferge Béla elmondta, a zene nagy vigaszt nyújtott Munkácsi Mihálynak.